Yeah, gyerekek, így kell kinéznie egy játéknak az intrójának, hogy nem az, hogy megunod ezt az intrót, mindig gyerekek, inkább mindig meg akarom nézni még egyszer, mint hogy úgy átlépjem, mert annyira jónak tartom, és tényleg ez így bevonz, hogy fú, akarok már bankot rabolni, ölni meg mindenféle. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, de szólóban, nem tudom mennyire lesz nehéz, hát jó nehéz lesz, biztos vagyok benne, ugye négyen lehet tolni a játékot, én megpróbálom szóval megcsinálni a küldetéseket, most az első küldetés, és még ráadásul úgy akarom megcsinálni, hogy nem csak így a végigrohanok rajta, hanem úgy jó kimaxolni, érted, mindent elrabolni, meg mindent kilutolni a pályán. Hát nem tudom, mennyire fog ez menni nekem. Főleg úgy, hogy gyakorlatilag nézzétek meg itt a skillek elosztását. Ugye az Enforcerre van 46 pont rakva, a tankág így nagyjából ki van húzva, más meg nem tudok semmit, se lopakodni, se kütyüket buzerálni, semmit gyakorlatilag. Hát én megpróbálom, azért talán majd ami lesz. Offline módba fogjuk csapatni, ugye? És akkor várom is, igen, ez jó is lesz. Gold. Jó, ezt megpróbáljuk, gyerekek. Szóval valami csak lesz. Ja igen, és ezt kikapcsolom, hogy botok se legyenek, hogy abszolút ne segítsen senki, hanem csak egyedül én tudjam csinálni a küldetést, hát lopakodni baromira nem fogunk, mert nem nagyon fog menni, esetleg még így az elején, ezt valami lesz. Ugye ráadásul még random is a játék, valamilyen szinten máshova rakja a dolgokat, másik ajtó van zárva, máshol vannak a kamerák, máshol vannak az őrök, meg még a széf is máshol van, meg még más van a széfbe is, meg még az ajtók is mások a széfen, úgyhogy nem is tudom előre pontosan, hogy mi fog történni. Meg fogjuk látni veletek együtt. Hát nem lesz egyszerű, a készüljetek fel, hogy nagyon szenvedős lesz, biztos vagyok benne, de talán valami lesz. Ja. De jó, lehet üzélni is. Választani soundtracket. Tök jó, nem is tudtam, az a gyerekek. Jó, random, az menjen, ezt a csapjuk neki akkor gyerekek, remélem nem túl hangos, nem túl halk, meg minden jó lesz. Aztán hadd szóljon. Oké. Jó, oké, körülnézek egy picit, nagyon gyorsan. Hát nem is nézek körül, hanem annyit fogok csinálni, hogy kinyitom azokat az ajtókat, amik menekülés útnak lehetnek nekem. Nagyon bízom benne, hogy viszonylag jól helyezi el nekem a dolgokat. Remélem, hogy itt hátul van a széf, és remélem, hogy az autó az nem középen a bejárathoz fog kerülni, akkor, amit ugye ki kell majd, ahova majd ki kell hordanom a cuccot, mert akkor nagyon-nagyon nagy szívás lesz, mert ugye ez így nagyon nehéz lesz. Na mindegy, az ajtó nyitva van, ami nem túl jó, mindegy, felvesszük a maszkot, történjen, ami történik. Ezt ki kell nyitnom előre, és ha észre is vettek, jó, és már riaszt. Na, ez most már tudom, hogy nem lesz egyszerű. Ezek már most telefonálni fognak. És hívják a yardokat. Ugye nagyon lassan tudok mozogni, nehéz fegyverzet, nehéz páncél, minden van rajta. Hát, nagyon kemény lesz. Ott egy ürge az észrevett, hát még nem telefonált. De most neki jössz a telefonál, jó, innentől ugye jönnek a yardok, szóval cseszhetem az egészet, a fogadást. Igen, és már értesítették a civil rendőröket, még be sem értem, hogy ennél rosszabb nem is lehetne. Mert így pár percet még el is lehetne húzni azzal, hogy ez most érzem, hogy nagyon szívás lesz. Hát eddig, ez baj, eddig nyitja az ajtót is, ugye, nem ért hozzá. Na jó, még egy nagy szívás, hogy a széfet... Hogy a széfet ide rakta. Ugye nem csak itt lehetne jobb helyen, ez most nagyon szó. Ez most ennél rosszabb gyakorlatilag nem is lehetne. Az egész gyerekek. Szó szerint ennél rosszabb felállás itt az elején. Nem is lehet, és már jönnek a yardok. Ugye én ezért nem fogok tudni ilyen automatákat szétszedni, mert nem ért hozzá a karakterem. Ide lerakok én egy ammo bag-et. És annyit tudok csinálni, hogy megpróbálom bevédeni magam, amennyire tudom. -324 másodperc. Onnan az a baj ezzel, hogyha itt a szép, ugye, hogy onnan is jöhetnek, és onnan is.
Ugye onnan is jöhetnek, onnan is jöhetnek. Meg még az ajtó is valószínűleg kinyílik, még onnan is fognak jönni. Szóval ez egy nagyon szopás hely. Ugye, hogyha benn van egy másik lehetőség, hogy oda rakja be. Itt volt egy rendőr bácsi. Ugye van olyan, hogy itt a szép. És ez nagyon jó, mert akkor gyakorlatilag innen tudod védeni az egészet. Hátad mögé oldaladba nem kerülhetnek. Hadd köptet az öreg. Jó. Na, megjött a ide is. Megjöttek az fatosok is. Még annyit akartam mondani, hogy ez a fegyver. Ez egész kellemes, csak az a nagy baja, ugye, hogy nincs célzás. Nem tud célozni vele, hanem úgy oda lő, ahova éppen gondolja, egy nagyjából ugye olyan középre. Ráadásul ugye közép távolra és nagyon távolra meg esélytelen, hogy lősz vele. Úgyhogy így van előnye, mert rengeteg lőszert tudsz cipelni magaddal, viszont az a nagy hátránya, hogy ez a pontatlansága leginkább. Kezdődik a kemény zene, ami azt jelenti, hogy mindjárt, igen, asszaút, rendőrök támadnak. Innen megindul a dolog. Nem tudom, egy abszolút nem tudom egyébként, hogy hogy fog összejönni. Jöjjenek közelebb igazából, nem akarok messze lövöldözni. Az igazság, mert ezzel a fegyverre nem nagyon jó. Megpróbáljuk azért a fejlővéseket erőltetni. Tiszta Vietnám, gyerekek! Az anyád! Beszart a furó, nem tudok mit csinálni. Vietnám, gyerekek, Vietnám! Alakul, nem tudom, hány másodperc még. Ó, annyira nem rossz, nem rossz. Ezt az még rosszabb, higgyétek el. És megpróbálom tárazni egyet. Ugye, hogyha nem jön össze a tárazás, míg be nem fut valaki, akkor át kell váltani egy egyes fegyverre, hogy ezt nagyon sokáig tárazza. Mielőtt megkérdeznétek, mit csinál a plőszerszerek. Jó, jól vagyunk. Várjál, és nem akarok kiabálni, csak... kemény a szitu. Hát fej, másodperc. Kaptak egy bombát. Vagy egy ilyen flashbanget jobban mondva. Nem szeretem ezt a pozíciót. Több helyről támadhatnak ugye. Ezt a Vietnám a gyerekek. Tárazzuk be, anyád.
Nem, megkerülni szerintem engem. Jó, már igazából meg lehetne halázva. Cucc. Hiszek. Jó van gyerekek, jó van, nem bocs, hogy különben ilyenkor keveset beszélek, de ez most nagyon figyelős. Főleg innen kijutni, nem tudom, hogy az autót hol fogja rakni. Van még egy ajtó. Nem vagyok boldog. Még 170 másodperc, mondjuk ez még nem lesz olyan veszélyes, mert itt most már ugye védhető a citu. Egyébként Joe-nak azért nem tetszik ez a fegyver, a munkról próbáltam, mert valami pontatlan. Hát igazából annyira nem pontatlan, csak nincs úgy a célkereszt, és azért nem tudod hova lőj. Ez egy cumi benne. Gyerekek. Pajzsos köcsögök, ezeket úgy utálom. Veszünk fel őzve. Na meg, ha közeledbe jönnek, olyat le tudnak csapni puskatussal, hogy minden bajod lesz. Ha nyúljon meg a nyagadok, gyerek itt! Köszönöm másodperc. Ugye pajzsos. Igazítás az elég kellemetlen. Na ezt mondta, hogy csáó, ide csap egyet. Ó, nem engedi megjavítani a fúrót. Hol vagytok buzik, gyertek ide. Jó, mert jó golyóálló mellégyben vagyok, ugye? Na bazzer, most ezt a lábasztál. Ezt mondtam, messzi mamának. Te meg a haverod. Egyébként erősen gondolkodok rajta, hogy valami komolyabb fegyvert szerezek már, ami nem arra komoly ez a fegyver, csak olyan pontotlan, mint az állat. Lehet, hogy majd be fogok szerezni valami jó kis fejlővés osztogatót. Ez a foszfatos, ez van. Szabasz meg. Ennyi van biztos, ilyes már 4 másodperc. Három adag arany. Ha jó helyre kell vinni, nagyon örülök. Jó, mazdig van. 3 adag arany, úgyhogy vissza kell jönni 2-szer még. Jó, ma megpróbáljuk gyerekek. Természetesen az összes lootot kiszedjük. Visszajövünk. Ha ilyen középtávra, az a célozni gyerekek. Maga halál. Nagyon belőnek.
Kurva életbe bazzelődtök. Így fut a karakterem, ez a baj, gyerek. Ja, ugye egyébként ilyenkor már abba hagyhatnám, kiléphetnék. Nem célom, hogy kilépek ilyen gyorsan. A zene nagyon adja! Nekik komolyan, álljatok meg. Följebb húzom a zenét, nagy, annyira jó. Ha, három adag. Van, hogy itt öt adag van, ugye? Most egy kicsit nehezebb lesz. Menj, el a max sebesség! Aranyjal a vállunkon. Hújjúj! Azt a gyerekek, oda nézzük. Visszavonulás. Vissza kell menni a maradék aranyért is, gyerekek, itt nincs. Most kecmec. Meg még ugye ki lehetne lootolni az izéket, széfeket is. Hát lehet, hogy azt is visszajövök és kilootolom. Az összes széfet, az a baj, nem vagyok jobb benne, úgyhogy nagyon sokáig tartana. Maradni szeretnék, nem az a bajom. Elmentek, azt hiszem elmentek arra, mondom, nem tudják hol vagyok. Be vagyok szorulva. Jó, gyerekek, visszamenjünk a szépen még egyszer. Hát, ha tudnénk szerezni egy kis izét még a szépbe, ugye ki tudjuk fúrni őket. Jó, ezt nem csináljuk. Hülyeség, nagyon sokáig tart. Kimegyünk. Kimegyünk, lelépünk, gyerekek. Ennyi volt. Mindenki is. Eljünk tehetetlenek.
Sárka csögök. Jó, jó volt, fasza volt. Mennyit kaptunk ezért? Jó volt szerintem, nem voltunk rosszak. Mennyi XP-t ez? Ugye egyedül csinálom, gondolom, akkor az úgy, úgy többet ad. Aha, kaptam egy skill pontot is. És választhatunk egy kártyát. Legyen szép! Ah, ez micsoda szín? Na, jó van gyerekek, nagyon szépen köszi a figyelmet. Szóló bankrablás volt. Ha gondoljátok, jöhetnek még a következő részek, írjatok, hogy szeretnétek-e. Ciao!